Nyaralás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a szükséges védőoltások beadásáról. Hívta fel a figyelmet Kis Csaba a 35 perc című műsorunkban. A házi orvos elmondta, Európában jobbára a kullancsok által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás ellen lehet érdemes oltással védekezni, főleg azok számára, akik többet tartózkodnak a szabadban. Viszont egészen másra kell felkészülni az Európán kívülre utazóknak, akik Afrika, Dél-Kelet-Ázsia vagy Dél-Amerika felé veszik az irányt. Nagyon fontos előre tájékozódni, mert azért országonként változó, hogy mik az ajánlott védőoltások, illetve hogy mik azok a gyógyszerek például, amiket el kell kezdeni korábban szedni. Megjegyezném itt például ugye a maláriának az esetét, ami ellen ugye jelenleg nincsen még hatásos védőoltás, úgyhogy ott az egyetlen védekezési lehetőség, hogyha időben elkezdjük szedni a megfelelő gyógyszereket, már azelőtt egy-két héttel, hogy elutaznánk a malária fertőzött területre, az ott tartózkodás alatt végig, és a hazautazás követően is még 2 hétig ajánlatos ezeket a gyógyszereket szedni. A házi orvos elmondta, a védőoltások szükségességét meghatározza az is, hogy mely évszakban megyünk egy adott területre, illetve milyen céllal. Éppen ezért érdemes tájékozódni az interneten, a házi orvosnál, vagy a regionális oltóközpontokban, ahol igény szerint segítenek is, hogy az illető megkapja a szükséges védőoltásokat. De azt észben kell tartani, hogy ezt ne hagyjuk az utolsó pillanatra, mert ugye a védőoltásoknak kell idő, amíg ki tudják fejteni a hatásukat. Ez védőoltásonként valamelyest változik, de azért legalább 2 hét, amíg ténylegesen egy adott védőoltás ki tudja a hatását fejteni. És hogyha több védőoltásra van szükség, akkor végképp szerencsés, hogy időt hagyjunk magunknak, mert akkor nem egyszerre kell akár 3-4-5 féle védőoltást is megkapni, hanem akkor el lehet szépen osztani, és sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a megfelelő védettség ki tud alakulni. Kis Csaba hozzátette, csak is extrém esetekben kaphatunk el és hozhatunk haza súlyosabb betegségeket az utazásról, viszont érdemes betartani az alapvető higiénis szabályokat, így például gyakrabban kell kezet mosni, javasolt a kézfertőtlenítő zseli alkalmazása, valamint lehetőség szerint csak palackos vizet igyunk.